Kedves nézőink, a magazin első témája ma a Vörös Kereszt, mégpedig annak apropóján, hogy május 8-a a, a Vörös Kereszt világnapja. Köszöntöm a stúdióban a kedves vendégünket, Grubert Roland igazgatórat, aki a Magyar Vörös Kereszt Zemplén Bármegyei Szervezetének vezetője. Nos hát, május 8-a világnap a szervezetnél. Mit is jelent ez? Milyen gondolatokat jelent ez önöknél? Miket fogalmazna meg? A május 8 az nagyon régóta a szervezet világnapja. Annak apropóján, hogy a Vöröskeszt megálmodója, vagy a Vöröskeszt alapítója, a Nemzetközi Vöröskeszt alapítója, jean Henri ezen a napon született 1828-ban, és utána ő fiatal üzletemberként találkozott egy véres csatával, tehát egy hadszintéren a szolferinói csata volt az akkori kornak a legvéresebb ütközete. Talán a középiskolás nézők így az érettség kapcsán, az olasz egységnél ugye tanulhatják is ezt, hogy, hogy ekkor miért folytak a harcok, és ott jött ő rá, arra, vagy arra a felismerésre rájött, hogy hogy a harctéri sebesülteknek szervezett módszertan szerint nem segít senki, és ő javasolta később, egy pár évvel később egy könyvben, hogy minden országban legyen egy ilyen humanitárius, semleges, független, pártatlan szervezet, a Vöröskereszt. Ugye itt a Vöröskereszt maga a fehér alapon nyugvó Vöröskereszt, ugye az a svájci zászló inverze, a John Henry -en -en -e svájci üzletember volt, tehát innen a függetlenség emblematikája, ugye a svájci is mindig egy független volt, annak az inverze a fehér alapon nyugvó Vöröskereszt. Aztán utána sorban alakultak Európa szerte a Vöröskereszt Nemzeti Társaságok, vagy később Vörösfélhold Nemzeti Társaságok, és a Magyar Vöröskereszt is 1881-ben, május 16-án a Magyar Szent Korona országainak Vöröskereszt egyletemében létrejött. Ugye most a 142 éves ez a szervezet, ami óta gyakorlatilag azóta folyamatos a működése. Nyilván a feladatok rendre átalakulnak a mi szervezetünkben, hiszen amikor ugye világháborúk voltak, vagy fegyveres konfliktusok zajlanak, sajnos ugye ez ma is jellemző, nem is távol tőlünk, akkor egy egészen másfajta tevékenységet kell végezni a vörös de hát itthon Magyarországon, békeidőben ugye szintén az egészségnevelési, egészségügyi, szociális feladatok kerülnek előtérben illetve kerülnek előtérbe, és mi május 8-ához kötjük azt az alkalmat, amikor megköszönjük a munkatársainknak, a kollégáknak, önkénteseinknek és a támogatóinknak azt, hogy mind-mind hogy hozzájárulnak a Vöröskeres céljainak a megvalósítása, úgyhogy én ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki a Vörös Kereszt tevékenységét támogatja ebben a megyében, a régióban vagy, vagy országos szinten, hiszen önkéntesek is támogatók nélkül azokat a feladatokat, amit a szervezet vállal, azt nem is tudnánk megvalósítani. Igazgató úr, azt hiszem nem túlzás mondani, hogy ma is a modern korban is csatát vívnak, hiszen rengeteg feladatuk van. Mit lehet mondani, kik lehetnek, kik az önök segítői, szervezetek, magánszemélyek, milyen kapcsolatban vannak például Miskolc városával, hogyan tudják egymást erősíteni? Amit elmondott, ez mindig az. Tehát cégek is, kisebb, illetve nagyobb cégek, multinacionális cégek is a kez támogatói között van, is nagyon-nagyon sok önkéntes kisebb településeken, munkahelyeknél, akik elsősorban ugye a viradás nyújtanak segítséget, tehát a személyes meggyőzést a kis településeken, ők végzik, ők gyűjtik az adományokat de az önkormányzatokkal is napi szintű kapcsolat, így Miskolc városával, és éppen a napokban a hajléktanellátásról egyeztettünk, ugye most április végén zárult a krízis időszak, ugye a tél az mindig egy kiemelt feladat a hajléktanellátásban, ez az április 30-án lezárult, éppen egyeztettünk a többi hajléktanellátó szervezettel, illetve a polgármester asszonya, hogy miket látunk, merre kell, hogy tovább fejleszünk közösen a szolgáltatást, hogy még jobb színvonalú szolgáltatást tudjunk biztosítani, beszélgettünk a nehézségekről, hogy miben tud az önkormányzat segíteni. Mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, nem csak Miskolca, hanem a többi. Hát elsősorban ebben a megyében működő inkább nagyobb városoknak az önkormányzataival. De hát amit itt... Amiről beszéltünk is, tehát ugye nálunk a tervezés az egy nehéz, nehéz fogalom, vagy egy nehéz feladat. Egyrészt, hogy tervezésre szükség van, hiszen a Vöröskereszt olyan feladatokat vállalt fel, a véradásszervezés, szociális ellátások, bölcsődei szolgáltatás, amit tervezni kell és meg kell valósítani. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ha valamilyen nehézség adódik, például a vagy teljesen mindegy, hogy mit említünk valamit, nem mondhatjuk azt, hogy na, ezt a feladatot befejeztük, tehát nyilván kell rendelkezni egy olyan fajta biztonsággal a háttérben, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni, akármilyen nehéz is. Hát tudják hidalni ezeket a nehézségeket, akartam musz, is kérdezni. Muszáj musz, musz, musz áthidalnunk, tehát nyilvánvalóan minket is ö, ö, érintett a rezsiválság, sokszorosára nőttek a gázárak, illetve az áramnak az ára például az intézményünkben, de nyilván kénytelenek voltunk úgy átcsoportosítani, hogy a, hogy a szolgáltatást biztonságosan tudjuk elvégezni, és ez sikerült is. Szerencsére most már jön a nyár, egyre melegebb van, úgyhogy azt reméljük, hogy nyilván nem reméljük, ez fog történni, tehát ha nem fűtünk, ugye, akkor kevesebb a gáztámla, és azt reméljük, hogy az jövő fűtési szezonig, majd őszre valahogyan ez rendeződik, vagy lejjebb mennek az árak, vagy valamilyen más típusú segítséget tudunk kapni. Másrészt viszont nekünk fel kell készülnünk arra a feladatra is, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ugye ez tavaly, most már több mint egy éve, de tavaly tavasszal, illetve tél végén ugye az, ukrán, az orosz-ukrán konfliktusban ezt láttuk, hogy milyen egyik napra a másikra hogyan kellett átállítani a szervezetet egy ilyen típusú működésre. Ma is több száz ukrán menekültről gondoskodunk, akik itt élnek a városunkban. Nekik a szociális ellátásukat, a foglalkoztatás szervezésüket és egyéb problémákban nyújtunk segítséget, de dolgozunk a Nemzetközi Vöröskeresztnek is éppen ebben a ukrán válságban. Szóval számos olyan dolog van, és akkor természeti katasztrófát nem említettünk, mert szerencsére az utóbbi időben az azért elkerült minket, reméljük, hogy ez így is, <laughs> így is marad, de az is egy olyan váratlan esemény lenne, amire hirtelen kellene reagálnunk. Nekünk erre évközben készülnünk kell, tehát olyan készleteket kell tartani, olyan sátrakat kell például sátrakat, olyan logisztikai központot kell üzemeltetni, ami azonnal tud egy-egy ilyen feladatra reagálni. Nem is szólva a pandémiáról, ahol szintén segítettek rengeteget az embereknek. Így van, a pandémia az egy másik típusú volt, de ebből a szempontból hasonló volt, Nem senki nem tudta, hogy mi fog történni, atipikus megoldásokat kellett választani, részeket kellett gyakorlatilag kibejárást korlátozni, be kellett zárnunk a bölcsődéket, ugye volt egy olyan időszak is a pandémiás szabályokban, át kellett alakítani a véradásztervezési feladatokat, az elsősanyitósi feladatokat, aztán szépen lassan nyilvánvalóan mindenki hozzászokott ehhez, kialakultak azok az újfajta, módszertanok, hogy újfajta módszerek, amivel ezt, lehetett, amivel ezt meg lehetett oldani, vagy, vagy muszáj volt ugye megoldani, tehát egy véradás szervezésre, vagy véradásra akkor is szükség volt, hiszen az amúgy is akkoriban túlterhelt egészségügyben ugye a gyógyító tevékenység is folyt, tehát muszáj volt a szükség volt a vérkészítményekre, és hát akkor sikerült azt a ö, kommunikálnunk a véradóknak, hogy miközben mindenki azt mondta, hogy mindenki maradjon otthon, mi meghívtuk a véradókat, hogy jöjjenek véradásra, de szerencsére ez sikerült. Ami például egy nagy öröm a tavaly évben, hogy a sok éve nem növekedett Magyarországon a véradásoknak a száma. A tavaly évben a pandémia után ez újra megtörtént országos szinten is, és így a megyékben is. Ez egy nagy eredmény. De indítottunk callcentert, ami a véradóknak telefonál. Számos új olyan foglalkoztatási formát is vezettünk be, ami a munkerőpiac peremére szorult nehézségekkel küzdő embereknek nyújt vagy nyújtott segítséget, ezt tovább is szeretnénk majd az idévben fejleszteni. Szóval volt feladat, és hát tervezünk is nagyon sok mindent, miközben nem tudjuk, hogy meddig kell még menekültellátással foglalkoznunk, és hát azt reméljük, hogy hogy ennek vége, akkor azért sok nyugodt év következik, amikor mindenki inkább a gyarapodásról és inkább a tervezés, a biztonságos ellátásokról szólhat majd minden tevékenységünk. Igazgató hogyan látja, milyen a vörös kereszt szakember utánpótlása, és hát mennyiben lehet számítani az önkéntesekre, megvan-e a segítőkészség az emberekben? Nekünk ebből a szempontból egy nagyon jó tapasztalatunk van, hiszen a középiskolákkal, az oktatási intézményekkel, a Miskolc Egyetemmel nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Nagyon-nagyon sok önkéntes csatlakozik az oktatási intézményeken keresztül a Vöröskereszthez, és hát nagyon sokan, akik onnan csatlakoznak, később valahogy az egészségügyi vagy a szociális pályát választják, és nem mondom, hogy nem küzdünk azzal, hogy a szakembereinket pótoljuk a szociális vagy egészségügyi ellátásban, de ez rendre sikerül de nyilván próbálunk olyan, vagy próbál a Vöröskereszt olyan munkáltató lenni, amelyik kiszámítható és megbízható partner önkormányzatok számára, a szervezetek számára és hát a munkavállalók számára is, hiszen a, az embereknek, a munkavállalóknak a, a egyik legjobb dolog lehet, vagy legbiztosabb, akkor vagy legjobban biztonságban akkor tudja magát érezni, hogy kiszámítható munkáltató áll mögötte, aki nem csak, a munka, nem csak a munkában, hanem esetleg személyes problémák megoldásában is tud segítséget nyújtani, ugye erre számos forma és számos megoldás van. A Vöröskez próbál olyan munkáltató lenni, hogy ennek meg tudjon felelni. Nyilvánvalóan van is elvárás a kollégákkal szemben, hiszen a Vöröskereszt olyan területeken dolgozik, ami, ami nagyon nehéz. Tehát nyilván, aki a szociális ellátásban dolgozik, mindenki joggal mondhatja azt, hogy a, az a terület, ami nő dolgozik, az az egyik legnehezebb. Én is azt mondom a hajléktalan hogy a szociális területek köz az egyik legnehezebb, az egyik legkisebb sikerességi ráta az, amit, ami, ami megelégedettséget tud nyújtani a kollégáknak. Azért szerencsére ebben is van részünk, hanem is olyan nagy százalékban, de mindig tudunk valamilyen olyan sikert elérni, ami, amiben látjuk azt, hogy a, egy rászoruló ember visszatolt illeszkedni a társadalomba, vagy egyről a kettőre tudott lépni, munkát tudtunk neki adni, előrébb tudott lépni a saját életében, párkapcsolatot alapított, ki tudtuk, lenni, ki tudtuk, tenni egy kiléptető lakásba, és ott ő meg tud erősödni, és utána tudja folytatni az életét. Ez mind, mind egy pozitív dolog, nem csak a szervezetnek, hanem a szociális szakembereinknek is. Igazgató, nyilván nagy a bizonytalanság nem tudni, mi fog következni az elkövetkezendő hónapokban. Mégis valamiféle hát, stratégia, terv van-e az elkövetkezendő időszakra, beleértve a nyarat is? Stratégia az, a stratégia abban áll, hogy a Vöröskesznek első és legfontosabb feladat ugye az emberi élet és egészségének a védelme. Ennek ez határozza meg gyakorlatilag a mindennapokat, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években is nagyon felelősségteljesen gazdálkodott a szervezet, és minden lehetőséget megragadott arra, hogy korszerűsítsen, nyilázárócsere, tetőcsere, szigetelések, egyéb dolgok, ha ilyen infrastruktúrális dolgokról beszélünk illetve hát szakmailag is próbáltuk pallírozni magunkat különböző ö, képzésekkel és különböző ö, nem szeretem azt a kifejezést, hogy újszerű, hanem inkább azt mondom, hogy új módszerekkel, hogy újszerű az ugye nem nagyon sok új, csak újszerű. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben vannak sikereink. Tehát olyan, hogy például a olyan szolgáltatást indítottunk, ami nem sok felé működik az országban, mégis megoldást jelent a hajléktanok egy csoportjának, akik, 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 nehezen tudnak mondjuk intézményben megmaradni, vagy nehezen tudják a szabályokat követni. Nekünk viszont ott a felelősségünk, hogy attól senki nem maradhat az utcán azért, mert ő nehezebben illesz olyan szolgáltatást kellett kialakítani, finanszírozni és kitalálni, ami, ami erre is választad. Ez is sikerült. De az, hogy mi a stratégia, a stratégia az az, hogy a feladatunkat azt a tőlünk tehető legjobban kiváló módon muszáj ellátni. Ezt egy biztos gazdasági háttérre kell megtenni éppen azért, hogy ezeket a nem várt, vagy, vagy előre, nem felkéz, előre nem tudunk felkészülni olyan gazdasági nehézségekre, amik bekövetkezhetnek, vagy be is következtek. Én azt gondolom, hogy ezt Sziszi-fuszi, de, de de következetes munkával ezt el lehet érni, és nyilvánvalóan lenne annak a pénznek más helye is, amit most gázszámlára költünk, de mégis a legnagyobb dolog az, hogy biztonsággal tudjuk a feladatainkat ellátni. Igazgató úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és a legjobbakat kívánom önöknek eredményes munkát a következő hónapokra is. Köszönöm szépen, Köszönjük hogy eljött. Szépen.